Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Valahol itt van, nem? Igen, menj előre, ott lesz gyakorlatilag. Igen. Igen. Kutatgassunk még, vagy adjuk le a jelentést? Ő lesz az itt, nem? Aha, ez az utca, az igen. Igen. Itt a sarki épület. Így, de fényes. Jó napot! Jó napot, kívánok! Nekem piszik. Már kapcsolj kamerát. Jó, kapcsolt a fegyvertelen. Chat nyitva van. Ez butku nem volt nyitva. Köszönjük. Erőterésére nincs, akkor beszólnál a lépet. Ez nincs is nyitva. Milyen por van bent? Hát igen. Kollégák, tudunk valamit egy mit találtál? Türke terepjáróról. Ne szívjál sokat a levegőbe, gyereki! Akár! Az mérleg! Ott mérik a káma pítószert! Ez egy mérleg! Messziről megismerem! Hát igen, az asztalon is van egy főcsomag. Csát, ez jó, hogy ide be tudtunk jönni. Jó, tiszta a ház. Tiszta, de bakker, milyen kupi van itt! Hallod, ott mérik a kábítószert! Timár úr, rádión van? Igen. Igen, mi újság? Egy úrtól, egy úr szeretne önnek adni valamit. Hol találja? Ő vegye át nyugodtan, majd ön odaadja nekem, jó? Jó. Most éppen nyomozói tevékenységet folytatunk, és nem tudunk visszamenni. De szerintem, igen? Egyébként lehet, hogy a szervezetek között van valami. Még az is lehet egyébként. De ezek lehet, hogy barátkoznak egymással? Nem. Pontosan fordítva. Hogy szerintem, hogy valami olyan komoly... Jaj. Hogy is mondjam ezt neked... veszekedés van közöttük, és nem találok rá jobb jelzőt. Olyan viták, a kaszinó meg... azok mostanában pörög. Igen, igen, most is rendezvény van ott. Most elcsendem, jobban. Igen. És ez az érdekes, hogy... Érdekel a gól. Nagyon pörög a kaszinó. És... mondjuk ez a... Mikulás ruhás emberke mutatott rá. Lehet azért, mert valahol ott, ahova nem engedtek minket, ott csinálnak valamit. Nem lehet? De lehet. Na figyelj, beállok ide a garázsból. Ja. Nézzünk körül. Ezt is körbe kéne videózni, mert múltkor videót nem csináltunk. Csomagtartót miért? Na, de csomagtartót ki tudod nyitni? Nem, nem bújik benne senki. Be van ragadva. Na, nézzük meg. Na. Már harmadszorra járunk, itt semmi változás nincs. Itt a vérfoltot nem vettem még észre.
Jó, csinálok videót. Jó, ez a vérfolt, ez durva itt azért. Ja, de mi ez a szag itt? Nem tudom, nagyon büdös van, de hát nincs is ablak, érted? Hát... Érdekes. Itt is, hát itt a reggelit égették oda. Éj szemét. Hallod? Itt beindítva hagytad az autót? Te vezettél. Én leállítottam. Most azért befostam egy kicsit. Még jó, hogy ilyenek a reflexeim! Hallod, meg kellett tölnöm. Lövődöznek. Jönnek. Mi az? Mondjuk erősítés? De, erősítés kell! Erősítés kell! 40-02-eshez. Kollégák, lehet hallani? Pozitív. 40-02-es parcellánál vagyunk, tüzet nyitottak ránk. Indulunk. De ez NPC-k lődek, vagy ezek már nem az NPC-k? Jó, jönnek. Hol? Ja, a kollégák? Jó. Minden egység oda megy? Pozitív, tüzet nyitott a kollégákra, minden egység oda. A tűz egyelőre szünetel, de nagy a dzsumbúj, nem tudjuk erre. Meg tudja ismételni parcella számot? 40-02. Ezek szerintem nem, jó. 4-0-0-2. Rendben van, köszönöm. Hallom jobb oldalt a háznál. Pakker, hátulról is lőnek. Ismételt előnek. Három oldalról. Basszus, nagy szárban vagyunk. Pakker. Hallod, de lehet, hogyha nem lövöm le ezt az embert, akkor ezek oda bejönnek a házba. Lehet. Jó. Egy tárba van 18. Reméljük időben. Mester 18-an indult. Onnan is lőttek, onnan is. Hallod, de három oldalról lőttek, onnan, most hátulról, meg onnan szemből is. Az, akit lelőttem, az NPC volt, igen. De mindenhonnan jött a lövés. Megint lőnek. Műveleti úton. Szívesen maradjunk bent, ki tudja hányan vannak. Na jó. Mi vagyunk az istállóban, civilben, autóval. Honnan érkeztek a lövések? Mindenhonnan, három oldalról. Az erdőből. Hatalmas gyumbúj van, lehet, hogy még itt bujkálnak egy bokorba, folyamatosan veszélyben vagyunk. Balázs 2 megérkezik. Jó, itt vagyunk az istállóba. Mester 12 ütközött. Fula. Innen érkezett valahonnan.
erről hátul. A likvidált a kocsinál az ki? Ő is. Kollega jön be hátul? Pakkira frászt hozza rám. Baszt rám. Lenézünk gyakorlatilag. Ezek nem NPC-k lehettek, hát az erdőben mit keresne egy NPC? Ezek nem lehettek NPC-k, hát mit lőttek volna? Lehet leléptek, ja. Helikoptert hallok. Helikopter van fölöttünk. Jöjjön ki a bokorból, feltett kezekkel. A nyúl ugrott. Kollégák, mi vagyunk helikopterre? Negatív. Itt helikopter is. Figyeljet. Jön utána. Minket fog követni, mi? Igen. Helikopter ez nekem nem tetszik. Hát picit gyorsabban szerintem, hát ezt lehet meg bírja kaszni. Na jó. Durván 40 körül. Nagyon közeledik a helikopter. Atomon keresem. Útenem. Helikopter követ minket és alacsonyan száll. Lehet tüzet fog nyitni. Hihi. Hát mi legyen a helikopterre? Egyelőre standby. Igen, a nyomozói autó. Ha lerepül odáig, hogy kocsiból rá tudok jönni, tüzet tudok rá, engem nem érdekel. Fölöttünk van, nem látom. Én se, de hallom. Valahol itt van, mögöttünk. Többség van még ránk, ott mehetünk gyorsabban. Átalerázzuk. Jön még? Nem, megyelő, én nem látom. De ott van, jön. Jön? Igen, jön. Az... Hát a kaszinónak van csak helikoptere. Miért? Kaszinónak van helikoptere. Hát, hát de érted, a kaszinósok nehogy már ilyen lepukkant helyen legyenek, érted? Vagy a kábítószert itt tudnak előállítani? Basta, jelenteném, hogy jelentősen csökkentette a helikoptere magasságát és ránk van állva. Erre vagytok. Most jövünk a keletiről a főpublik felé, itt vagyunk már egészen a főpubliknál. Jó. Menj végig egyenesen. Itt be a híd alá. Jó, és itt visz... És menj vissza fel a hátra, azt mondjuk, hogy erre vagyok. Jó, kollégák, nyugodtan hagyják el a helyszínt. Lerázzuk. Nehogy azt higgyék, hogy együtt vagyunk. Rendben, bármi kell, szóljanak. Ez nagyon nagy gáz. Rajtunk van nagyon. De figyelj, még nem buktunk, nem tudják, hogy a zsarukkal vagyunk. Figyelj, én tudok egy helyet, ahol lerázhatjuk. Na, megpróbálok vezetni. Nem, mert kicsit manőverezni kell hozzá. Hát, ha sikerül. Figyelj, próbáljunk meg azt beadni, hogy menj a főpublik. Főpublik is ott. Jó. Talán. Lehet ez is jó lesz egyébként. Á, még mindig itt van fölöttünk. Hallom. Én is, meg jó, hogy ilyen hangos. Ott a helikopter. Hol? Ott a helikopter fönn. Jó, a megadott parcella számon is tartózkodik a helikopter. Oké,
van egy gettósabb rész, tele van kamionokkal. Az helikopter az egyre jobban aggaszt. Én nem merek oda behajtani. Mennyibe? Mi ez a sok kamion? Chat, mi ez a sok kamion? Betolatok. Tolasd be, jár, nem ül benne senki. Szerintem ne szálljunk ki. Hát itt nem rüsz. Lőnek, menj ki, és balra. Balra. Itt lőnek. Itt bent. Mi vagyunk fekete művelet is kocsival. Hol lőnek? Kocsi kamionoknál. Itt föl balra a kis utcában, nem? Itt balra. Helikopterből lőnek? Itt menj föl. Hol lőnek? Szükség van erősítésre? Na, fegyver van, bassza meg. Pozitív! Igen. Bocsánat. Mennyi, mennyi. Állj, meg! Hát, lőnek. Oh, kereszt, jó elütötted! Oh. Ezek a városlakók! Állj meg! A tetves, mocskos, bandás őslakók. Az őslakók. Jaszusz volt. Nem hiszem. Kérdezik egy pontos pozíciót. Már felesleges, már szerint megvan. Meg az őslakókkal is lehet RP-zni. 91-84. Mi ez a sok kamion? Onnan is fegyver van. Lőni fog. Helikopter lehet rájuk, nem? Őslakókkal nem lesz admin, hogy az biztos. De mondjuk ez nem feltétlenül rossz, hogy ez így kialakult. A helikopter nem tudom mi, az helikopter az nem őslakós, az biztos. Zárják le az egész környéket, gyanúsít nekem valami. De ez az, nem kezdenek el csak úgy lövődni. Dadi, jöjjél ide gyorsan! Nem kezdenek csak így ellövöldözni az őslakók maguktól. Nem baj addig, amíg nem... Gyerekek, a kamionok tele vannak töltényekkel. Azta! Az durva! Várjatok, ugye Johnny nem merül a szállítmányból beszél. A kamionban van egy pár töltény. A százas. Az mondjuk komoly. Helikopter visszatért. Ez másik. De jó, hát az NPC-k nem állnak be így amúgy, nem? Helikopter velünk van? Helikopter velünk van? Nem tudok helikopterről, hogy velünk lenne. Nem velünk, nem. Jó, oké. Hát ez furcsa főnök, hát a kamionok, az őslakok nem állnak ide ennyi kamionnal. Igen. És tele van lőszerre. Vigyázzunk, nehogy támadást kapjunk.
meg? Mi az, hogy töltény van bennük? Tetőn van valaki. Itt jobbra tőlük, jobbra tőlük. Én vagyok a tetőn, én vagyok a tetőn. Oké, nem tudom, nem. Megijedtem. Gyalog, megy oda, három ember, azok mi vagyunk? Mit vagyunk, mi vagyunk? Teherautók felé. Lehet elterelés. Lehet, direkt csinálták, a nem? Hogy ide csaljanak minket. Jó, fals info, azok mi voltunk, csak távolról szorul láttam. Igen, igen. Már is átjultak a kollégák, hogy ők voltak. Tényleg, de Johnny mit mondott? Nem, az csak, hogy megjátsszuk majd, hogy jön egy szállítmány. Nem vágom. Elvágtam az egyik tetőre. Jó, a sima egyenruhás kollégák, kérem, kezdjék el lefoglalni az aerautókat. Rendben. Meg abból a tárgyakat, gondolom. Azt már elméletileg intéztük, de ha nem, akkor még nézzék el a területét. Nem van, elkezdem a gépjármű lefoglalást. Tényleg a... ezért néztük, kezdj itt a tartóba? Benézett valaki? Kezdj itt a tartóba? Natív? Fekete ruhába. Fekete ruhába, én vagyok a legtetején, majd van, elkezdem a gépjármű lefoglalását. Belátok mindent. Fekete BMW-vel én fogok beállni. Oké. Hol most vettel a kezdjárt? Ez tetszett. Ez nagyon tetszett. Visszamegyünk a kapitányságra, egészségügyi jobb. Még épp, hogy ki tudtam kapni a töltényeket. Ú, bakker, király vagy. Többi be van még, vagy kivetted? Szerintem még van mindegy. Megnézem a járműnek a tulajdonosát. Tényleg. Ez jó ötlet. Nincs jármű közel. Stázi, itt vagyok a tetőn. Csekkolom azt az útját, ahol bejöttél. Kettőt adott, nézzétek át. Nyugtam. Megnézem a járműt. Látom az egészet. Nem található. Helikopter visszatér, helikopter, helikopter visszatér, fölénk jön. Miért? Nem, 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 de ameddig nem, adok parancsot, vagy nem, lőnek, addig ne lőjenek. Mit ködözget? Engem keres a tetőn, nem talál. Nem kapok tűzparancsot. Most ugrottam le a fatakarásba. Nagyon néz minket a helikopteres. Ketten ülnek benne. Jól látom, ketten ülnek benne. Próbáljunk még takadásba maradni. Kettő helikopter van. Kár még egy helikopter. Vagy engem akarnak össze. Tűzjátékot mit csináljuk? Mi van? Negatív. Mi van, máma? Tűzjátékot lő a végre valaki valahonnan. Ó, kaptam egy üzenetet, hogy a heli nem... Nem baj. Mi van, máma? Ez mi? Elhagyták a helikopterek a helyszínt? Mm-hmm, igen. Jó, folytassuk a munkát, ja. Jó, nézzétek át a... Intézem. Raktereket nézzétek át, kezd itt tartunk mindent. Nem tudom kinyitni a rakteret. Gondoljuk át. Aha. Megkezdem a jármű lefoglalását. Nyugtán, kilőtt! Az út irányából lőnek. Ez
mindenki jöjjön be ide, térkezik, hogy tudjuk egymást azonosítani. Senki se adja el a középső teret, kérem. Hát ezek városlapok voltak, csak folytassuk a munkát. A helikopter elhagyta a felszólításra a helyszínt. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a mai nektek is, köszönöm. Na, megint visszajött, a helikopter megérkezik. Volt benne valami, kollega? Nem, le akarom foglalni, csak ez a helikopter zavar. Foglaljam? Aha, létszi. Aki tag vissza tudja nézni, aki nem... Megérkeztünk. Ő holnap maga tudja. És 5 tag hiányzik a 600 taghoz, köszönöm! Amit szerintem a motor elbágta a vizét, a transformátor, nem tudom. Nem tudom, én sem. A vezetéket... Nézze meg a telefonkészüléket! 9184, nagyon halka halljuk. Elmászik az egyik tetőre. Most kirázott a hideg! Ki figyelt minket?! Ki fotó... Asta! Ez komoly! Valaki lefotó... Asta! Ez komoly! Mind a két háznál. Imád. Lefotóztak minket mind a két háznál, SMS-be kaptam a képeket. Le vagyunk fotózva, és hogy rossz helyen vagyunk. Figyelnek minket? Figyelnek minket, igen. Walter Mihály kapott SMS-t, figyelnek. Óriási! Képet küldtek neki rólunk. Le voltunk fotózva, a nyomozati tevékenységünk közepette. A baj. Te király! Az a helikopter. Nagyon komoly! Majd átküldöm a képeket. Mindenhol le vagyunk fotózva, minden igen háznál. Ezt mondom, ezt szerintem ez a helikopter. Lövések. Igen, a bejáratot felül Walter, érti. Eddig legjobb RP, azt mondod? Hát ez tényleg durva. Jó kollégák, szépen osan hagyjuk el a helyszínt. Ez komoly! Kérem, mi van szabadság, mert a művelet és autót itt kell vagyunk. Mindent láttam. Pozitív van, nálunk kettő. Egy itt nálunk is van terepjáróba. Egy itt nálunk is van. Komolyak ezek a képek. Ez a legjobb. Itt, de várjatok, a házban voltunk. Akkor fotóztak le, mert itt még él a csávó. Ez mi a bánatot? Én nem tudom. Hallod, még a kép, az utolsó kép, ott még élt az a városlakó, aki a kocsi mellett állt. Köszi Csaba! Aha. Ez, mondom, így értelme, tehát ez a helikopterből figyeltek minket végig. De azt lentről fotózták, azok, akik ránk lőttek, azok voltak ott. Közelről van lefotózva az autót. De várj, test közelből? Test közelből, illetve a másik is a háznál, az meg a kertek alatt a szomszéd. Van egy újságíró ismerősöm, akire rákérdeztem, és azt mondta, hogy az újságírók a helikoptere volt. Ez riporter helikopter volt, ez nem... Lehet, hogy ők indították be a kocsit, igen! Az problémás. Hallod, Marcel, emlékszel, hogy beindította valaki az autót? Még kérdeztem is tőled? Igen. Na, ezek voltak. Nem tudom ki ez. Hát, csak ez óriási volt. Viszont ha mégis a helikopterről csinálták, akkor az újságíró ismerősökre rá lehet szállni, viszont meg a közben van. Jó van. Hát. Öltözünk vissza. Hát vasárnap jövünk akkor. Marcel, nekem ennyi elég volt. Ez durva volt. Ez hatalmas RP, nem? Az.